Ez, mint tudjátok, ez a Semsey Tibinek a kedvenc tűzoltója. De hogy most mi is készül, miért is készül, erre a dologra ad egy ember választ, aki most kivételesen nem alszik a tűzoltó alatt, nem relaxál. És most kedves Feri, Szatmári Feri, aki, mint tudjátok, hány éve ismerjük egymást? 15? Hát az első találkozom, az első polgáim találkozom. 15. 15 éve ismerjük egymást, egy nagyon lelkes, egy lelkiismeretes amatőr cseppel teherautó versenyző, nagyapa, családapa, kamionsofőr, és egyébként a hasseregben tengeralattjáróval járt, az Adrián, azt nem tudja senki, de én tudom, úgyhogy megyünk szó is egybe. De most meséljünk arról, hogy akkor itt most mi is készül valójában. Hát jelen pillanatban a szombaton lesz kemencei találkozó, és arra készítjük fel a tűzoltóautót. Egyúttal ugye a kemencei találkozón Tibikének lesz megemlékezése, egy emlékkövet állítunk neki ottan Kemencén, és annak arra lesz egy ünnepség. És vasárnap pedig indul egy csepeles túra, ami a keleti országrészt kerüli meg. Egy hetes túra lesz, körülbelül 1000 kilométeres, és hát arra készítjük fel a tűzoltóautót, hogy végig tudjunk menni rajta az 1000 kilométeres túrán. Uh-huh. Úgyhogy jelen pillanatban ez készül. Értem. És ezt a túrát majd valahol a közösségi oldalon lehet majd erről tudni? Hát van neki egy oldala, a Csepel teherautók, legendák a Csepel teherautók túrája, vagy valami ilyesmi, megmondom, pontosan sem tudom, de fönt van a meg lehet találni, ha beírjátok, hogy Csepelt, és ezt azon folyamatosan lehet. Már vannak fönt videók, felkészülésről, és mindenféle egyéb cikkek vannak. Úgyhogy már lehet követni a túra előzményeit. Aha, és a felkészülést. Ebből a dologban, és mit csináltatok már még rajta? Megmutatod nekünk a motorom? Egy kicsit elrabollak egy percre. Sokat nem látok, amit csináltunk rajta, hál' Istennek már nem látok. Mert amúgy, ha aludtál rajta, akkor most kicsit megmozgatlak. Akkor volt a karternak a levétele, és a megbetegedett is, a harkály beleköltözött a motorba. Kopogott, lógott rendesen. Így van. És hát a Gabi tulajdonos és társammal és barátommal leszettük a kartert, és hát a csapátcsere volt benne, meg kellett csapágyazni. Hát csak nem volt teljes felújítás, csak erre a túrára most gyorsan egy kis... Látom itt a dektik, tehát az olajfolyások megszüntetése, vízfolyások megszüntetése, gumicsövek csere, bilincsek csere, tűmítések csere. Úgyhogy anyagrendszer felújítása. Igen, látom itt, akkor a hűtő meg lett csinálva. Az is mind a három csomkép újra lett forrasztva. Le lett szedve a szívósor, le lett szedve a víz felső sor. Akkor csak a motor marad benne szinte. Hát így van a motor. Hát igen. Arra törekszünk, hogy a motor végig kibírja, és ne kelljen az úton megállni valamiért is. Úgyhogy kardán lett még felújítva, és hát a kardán lógott, azt kellett kihézagolni, a váltó meg a motor közötti kardánt. Úgyhogy jelen pillanatban. Hát most már szeretnénk összerakni, de mindig találunk még valami kis apróságot, amit még gyorsan szét kell szedni ahhoz, hogy összerakjuk a nagyját. Egyébként csak most akarom mondani nektek,
hogy a hínárhajó barátom át lett minősítve aranyhajnak. Úgyhogy aranyhaj csinálja továbbiakban a járműveket, hogy tudjátok. Úgyhogy az idő bearanyozza az életünket, úgyhogy aranyhaj lett az új neve, úgyhogy így szólítsátok, hogy aranyhaj. Úgyhogy ilyen pillanatban ez van. Aha. Most már megpróbáljuk összefele is rakni, hogy megpróbáljuk nem szétszedni éppen, amit akkor tovább. Pár nap van még hátra. Hát még van, most van ugye kedd, ezért még van 3 napunk, 2,5, vagy 2 nap, mert pénteken már szeretnénk menni fölfele kemencére, ugye akkor van a gyülekező. Csak. Majd egy-két képet majd küldjetek már át, mert a következő, vagy a következő részében akkor beletesszük akkor ezt a csirketelepi anyagba akkor. Jó. Jó. Köszönöm szépen. Nem tartalak fel. Jó pihenést, jó olvást. Az most nem lesz. Az már kizárva. Az még kezdeti szakasz volt, akkor még belefér. Ez meg a szelepedél. Vagy szeleplőkrúdnak az olajat. Hát igen, meg hullámos rötte tömítéseket. Hát. Igen, folyt. Beöntöttük az olajat, és akkor derült ki, hogy hát ezek alól jön. Nem kicsit. Itt a fékek már össze lettek rakva, fékpuffa leszedve, rendben lett téve. Ez a része, úgyhogy ez már hadrafogható. Hát több kilométer van benne, mint amit mondtak, úgyhogy a hivatalos szervek is tudnak finoman fogalmazva füllenteni. De hát el kell, hogy fogadjuk, ezben a busszal így jártunk. Úgyhogy nem egy reménytelen esetről beszélünk, amit már azt beszéltük, hogy már régen átadjuk. Amellett még a Rábás Gabornak is ott van a rábája, amivel bele kell fognunk, folytatnunk kell. Csak mit látjátok, itt a Csirketelepen sokkal kevesebben vagyunk a fronton, mint amennyien régebben voltunk. És akkor történtek itt nehéz dolgok, nehéz időszakok. Hát kollégák is kísértünk utolsó útjára. Ez a dolog, ez az élet ezzel jár. Tehát mi is majd követjük őt, ő ment elő, mi megmegyünk utána. Nem vagyunk kivételek. Itt a lebontott Icarus 66-osnak a néhai karosszériai elemei. Ezek mintául szolgálnak, főleg az ablakkaletti öv részeknél megmaradt a hátsó motorsátor. Hiányosan, de azért ez egy felújítható alapról beszélünk. Ezt majd folytatjuk a szétszedését, arról is hamarosan készülnek új képek meg videók. Van még benne elég áram? Van. Hát akkor az a lényeg. Legyen meg kötél, legyen azt. Azt én megragasztottam, azt most elengedte a ragasztó. Hát azt az akkumulátoros dolgot a nehezen bírja. Elejtettétek? A gyerek igen, elejtette. Kocsiról lecsúszott. Oh.
sem érted, sír a szívem érted, majd meghalok érted. Ilyenkor jó dolgozni, mert ilyenkor nincsen csak 30 fok. Thank you.